A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfői döntése értelmében befejeződött az idény az NB2-ben, a bajnokság hivatalos végeredmény nélkül zárult le, nincs bajnok, nincsenek végső helyezések. A táblázat első és második helyén álló két csapat, azaz az MTK és a Budafok feljutott az NB1-be, és a már korábban kizárt Balmazújváros mellett kiesett a Tiszakécske és a Vác. A Nyíregyháza Spartacus a 8. helyen állt akkor, amikor félbeszakadt a bajnokság. 2018-ban, amikor átvettem a csapatot a 19. helyről, a 11. helyre sikerült fölkormányozni a csapatot, azt is azt gondolom, hogy sikerként könyveljük el, és most 2019-20-as szezonban a 18. helyen vettük át a csapatot, és ugye jelen állás szerint a 8. helyen lezárták a bajnokságot. Engem nem ért váratlanul egyébként, ezt is nyilatkoztam, hogy én éreztem, hogy ahogy a környező országokban olvastam a híreket, hogy tudják újraindítani a bajnokságot, én voltam benne, hogy a másodosztály nem fog tudni így ilyen körülmények között elindulni, nem tudják biztosítani azokat az egészségügyi feltételeket, amit jelen pillanatban megkövetel ez a sport igazából, és ez be is igazolódott. A 8. hely igazából azt gondolom, hogy reális egyébként, most jelen pillanatban nagyjából így a 6-11. Hely környékére lehetne besorolni a csapatot, de a 8. hely abszolút reális. A hosszú kényszerszünet után a nyíregyházi labdarúgók hétfőn kezdtek el közösen edzeni, és még aznap szembesültek azzal, hogy véget ér számukra a szezon. Természetesen mindenkit ledöbbentett ez a hír, mert ugye arra számítottunk, hogy folytatva lesz a bajnokság, úgy is készültünk, aztán jött a hideg zuhany. Egy futballistának, aki erre tette fel az életét, hogy egyik napra a másikra megszűnik, ugye az, amit szeret, meg az, amit már gyerekkor óta csinál, elég nehéz feldolgozni. Nehéz is volt ez az időszak, főleg, hogy ugye nem nagyon tudtunk labdával találkozni, de tudtuk nagyon jól, hogy most ez a kényszerhelyzet, ez azért van, hogy ugye megúszuk ezt a vírust, és ugye mindenkinek fontosabb az egészsége. Úgy voltunk vele, hogy valahogy csak átvészeljük. Hornyák Marcell a budafoki Kovács Dáviddal holt versenyben 15 találattal a gólövő lista élén állt akkor, amikor félbeszakadt a bajnokság, így a nyíregyházi csatár gólkirálynak mondhatja magát. Lőttem ezt a 15 gólt, de ugye ezt kellettek a társak is. Nem titkolom, hogy valóban kitűztem a gólkirály címet célú. Hát nem így szerettem volna, hogy az legyek, de hát ez van sajnos, ezzel már nem tudom mit csinálni. A Sparinál az elmúlt héten új szakmaistá vált fel, Gálhidi György lett a vezetőedző. Lengyel Roland a második csapatnál, illetve a Bozsik Akadémián dolgozik tovább. Amit mi elterveztünk, az ugye a 2-3 éves koncepció, ami már eredményekben is megmutatkozhatott volna. 3 év múlva azért ez egy rutinosabb, erősebb csapat, egy két igazolással megerősítve a csapatot. Azt gondolom, egy ütőképes csapatot lehetett volna összehozni. De a vezetőség jelen pillanatban egy rövidebb távú célt fogalmazott meg, amit mi tiszteletben tartunk és elfogadunk. Szeretném megköszönni a vezetőség bizalmát, úgy érzem, a körülményeket képest kihoztuk a csapatból a maximumot. Ezúttal szeretném megköszönni minden játékos és stábtag munkáját. Bízom benne, hogy sok örömet fognak még okozni a nyíregyházi szurkolóknak, mert megérdemelni a város is, és a szurkolók is egy jobb eredményt. Mivel az MLS az edzéseket és az edzőmeccseket engedélyezi, a Nyíregyháza Spartacus játékosai nem álltak le a munkával.